vagy Mahalia Jackson spirituális stílusa, Ella Fitzgerald jazzes stílusa, és angolul szerettem volna énekelni, de magyarul kellett. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat volt egy kezdő énekesnőnek, hogy tanuljak meg gyorsan 8 magyar dalt. Tehát nagyon nehéz volt, és úgy éreztem, amikor vége volt a Kimit tudnak, hogy valójában itt vége is ennek a kis gyönyörű kirándulásnak, mert nem éreztem, hogy valahová vezetne ez az út. Én nem ismertem senkit Pesten, egri vagyok, és nem tudtam, hogy hogyan tovább. Le is szálltam magamban, hogy ennek a dolognak vége. És a következő fesztivál, ami, ahol nem kellett sok dalt énekelni, nekem, mint énekesnek könnyebb volt, mert nem kellett annyit tanulni, készülni, és ugyanakkor sokkal jelentősebb is volt. De miért akart ennyire énekelni? Nem akartam. Hanem? Soha nem akartam énekelni, én csak énekeltem. Nem akartam énekesnő lenni. És akkor hogy lett mégis énekesnő? Iskolában annyit énekelgettem, hogy végül is édesanyám benevezett egy Kimit Tudra, ő küldte el jelentkezési lapomat, íme a szülők felelőssége. És most a szülők segítségével, és mindig a szülők küldik el a szépség királynőknek a nevezését. Igen, mert a szülő már tudja, hogy ahhoz mozogni kell, hogy a gyerekből valami legyen. Egyetemre kell járnia, vagy tanulnia kell, mert különben otthon szívesen elszórakozik az ember egy televízió nézéssel, vagy sportolgat, de nem lesz belőle semmi, ha a szülők ritkán lesz. Ritkán céltudatos egy gyerek. De ha ön ennyire nem akart énekesnő lenni, akkor ez egy erőltetés volt? Nem, ez egy véletlen. Ez egy teljesen véletlen. És a fesztiválra is úgy kerültem, az első magyar táncdal fesztiválra, hogy meglátott egy zeneszerző, és azt mondta, hogy az az ember kell nekem, aki Mit Tudon győzött. Tehát egyik következett a másikból. Nem akartam. Nem is ismertem ezt a világot. Mi sem nagyon ismerjük, legalábbis az én korosztályom, azt hiszem, nehezen tudja elképzelni, hogy micsoda szenzáció volt az, hogyha ön bárhol megjelent, végigment az utcán. Nem, maga a televíziózás volt szenzációs. Tehát ez egy olyan technikai újdonság volt az emberek életében. Ha most föltalálnának valami hasonló háromdimenziós csodát, akkor az lenne az első sztár, aki abban szerepel. Tehát mi tulajdonképpen nem voltunk különlegesek szerintem a mi korosztályunk, inkább a televíziónak köszönhettük a feltűnésünket, a népszerűségünket. Képzelj el, hogy amikor elénekeltünk egy dalt, így szemtől szemben a nézőnek a szobájában elénekeltünk egy dalt, akkor másnap mindenki szinte csodaként meg akart fogni, érinteni. Annyira felfoghatatlan volt, hogy tegnap este ott láttam a kis dobozkában, és ma pedig itt megy mellettem. Szóval nagyon a tévéknek köszönhetünk mindent. És hogy ennek ellenére ennyire normális ember tudott maradni? A szónak direkt mondom ezt a nagyon idétlen kifejezést, tehát ugye ez jó szó, hogy nagyon normális. Abnormálisnak lenni sokkal könnyebb. Azt is mondhatnám, hiszen az ember kezd egy kicsit büszkébb lenni, aztán elkapja az embert a nagyképűség. Szóval vissza a földön maradni nehezebb sokszor, hiszen láttunk példákat a sztárvilágban, hogy van, akit a siker teljesen kiforgat önmagából, és aztán később is tapasztaltam, hogy valójában egy sportolónak a sikert ugyanolyan nehéz kezelni, mint a kudarcokat. És mi is így voltunk vele, hogy sokszor, amikor észrevettem magamon, akkor az én kedves testvérem, a bátyám azt mondta, hogy szeretném, ha normális ember maradnál. Tehát kellett hozzá egy olyan családi háttér is, mint amilyen nekem volt. De nehéz volt normális embernek maradni? Furcsa volt. Tehát furcsa volt az a dolog, hogy bárhova megyek, fölismernek, megszólítanak, megérintenek. Ma már jobban hozzászoktam, és azt is mondhatnám, hogy igénylem, szeretem. És talán azért tudtam ennyi évig fönnmaradni, mert nekem jól esik, ha megismernek. Szóval van olyan ismerősöm, azt mondja, ha hozzászólnak, ő már kiütést kap. De pont az a jó benne, hogy ez egy társas játék. Tehát Magyarországon nincs olyan hihetetlen nagy különbség az ismert emberek és az átlag, idézőjelben átlag foglalkozás emberek között, mint mondjuk a nyugati sztárvilágban, ahol biztonsági őrök, bodyguardok, tömkelege kísér valakit. És nem tud sétálni nyugodtan az utcán, az nagyon rossz lehet. Mi vonzotta mégis akkor erre a pályára? Tehát, hogy nem akart énekesnő lenni. Nem. Igazából nem voltak és nincsenek is sztárallűrjei, nem vágyik arra, hogy feltétlenül körbe rajongják az utcán. Mi az, ami akkor mégis, ugye több mint 35 éve ott tartja, ahol tart? Hát tulajdonképpen nem akartam színésznő lenni, nem akartam filmszínésznő lenni. Sokszor azon csodálkozom, igen, lettem, hogy milyen érdekes, hogy vannak színésznők, akik mindent feláldoznak, még a magánéletük apró titkait is meg kell mutatni mindenkinek, le kell vetközniük. Amikor engem fölkértek filmezni, és olyan jelenetek voltak benne, hogy le kellett vetközni, azt mondtam, nem kell. Nem kell, nem akarom. De, és hiába mondták, azt mondtam, nem vetközöm, nem kell a filmszerep, nem érdekel. Tulajdonképpen a színészek sokkal alázatosabbak. Tehát ők feláldozzák sokszor a személyiségüket, a magánéletüket azért, hogy
színészek legyenek. Tisztelem őket ezért. Mi volt a kifogása az ellen, hogy levetkőzöm? Miért volt ennyire elzárkózó az ellen? Mert ilyen típusú vagyok. Tehát eleve nem vagyok az, aki egyébként is levetkőzne. Most múltkor föltett nekem valaki egy kérdést, hogyha fölajánlanának iszonyú összeget egy ilyen televíziós showban, hogy bekerüljön és vetkőzik, és a fürdését mutatják, mondtam, nincs az az összeg, mert nem tudnék többi a tükörben nézni. Szóval egyszerűen más vagyok. Olyan iskolába jártam, és Egerben is olyan volt a családom, hogy féken tartottak bennünket, és nem is volt divat régen ez a vetkőzős dolog, meg stb. De nem is vagyok olyan, valahogy zárkózottabbak vagyunk, és 2 éven keresztül jártam a Szilágyi gimnázium, 1.-2. osztályát ott végeztem gimnáziumba, ahol apácák tanítottak korábban. Uh-huh. Tehát más volt a légkör, mást hoztam otthonról. Nem biztos, hogy jól tudom a számokat, de mintha összesen 16 filmben játszott volna, így tudom. És ráadásul Pécsett egy filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját is megkapta, tehát ahhoz képest, hogy soha nem készült tudatosan a színészi pályára, azonnal berobbant az élvonalba, és ha jól tudom ezt is, azért hagyta abban, mert egyszerűen, amit már most is tapasztalhattunk, a túlzott szerénysége tiltotta, hogy olyan pályán érvényesüljön, amit tulajdonképpen nem az ön területe. Hát azt hogy hiszem, a színészek ilyen, elől elhozza a pálmát. Igen, sokszor ez volt a kifogása, nem nekem, hát mi azért amatőrök voltunk. Mi csak játszottunk, játszogattunk, és szükség volt ránk, mert olyan karakterek voltunk. De nem vagyok színész, tehát ha nekem azt mondanák, hogy most egy szélsőséges valamilyen figurát kellene megszemélyesítenem, nem biztos, hogy meg tudnám oldani. Ellentétben a színészekkel, akik erre készülnek, gyakorolnak. Tehát olyan szerepekre képesek, szerepek eljátszására, amelyekre én nem lennék képes. Mi az, amit soha nem tudna eljátszani? Inkább a... Na most visszatérve erre a színészetre, de még azt is el kell mondanom, hogy egy kiváló, olyan csodálatos kollégák segítettek engem, mint Törőcsik Mari, Rutkai Éva, Pécsi Sándor, Latinovics Zoltán, Horváth Teri, tehát olyan segítőim voltak, soha nem éreztem, hogy utálják az amatőröket, hanem egy közös érdek volt, hogy jó legyen a film, azért is volt ennyire jó és szórakoztató. Ha kicsit túlozni szeretnék, azt mondanám, hogy szép volt, csodálatos volt, nem én hagytam abba a filmezést, hanem már nem volt rám szükség. Tehát kikerültem abból a körből, nem kellett ez a figura, ez a kicsit vadóc, amatőr, és arról nem is szólva, hogy akkoriban sokan nehezményezték, hogy mi amatőrök elveszük a kenyeret a profi színészektől, és egy kicsit igaz is, de nem a mi bűnünk ez, nem a mi bűnünk volt, hanem ránk volt szükség, vagy frissíteni akartak, tehát ennél azért bonyolultabb ez. Tehát ha már így feldobta nekem a labdát, ne úszon el a válasz elől, kérem nem szépen. Nem akartam kitérni, csak elfelejtem. Olyan jó kis kérdés jutott akkor eszembe. Igen? Tehát, hogy mi az, amit nem tudna? Tehát mi az a figura, igen, amivel soha nem tudna azonosulni, mert ennyire távol áll öntől, hogy biztos, hogy még színészként se tudná eljátszani. Mint kisiskolás bevallom, hogy magam előtt fényesen megbuktam szinkronizálás ügyben. Uh-huh. Ott valami olyan átlényegülés kell, amire én nem vagyok képes. Pontosan azért, mert talán soha nem készültem erre a szerepre, hogy színész legyek, színésznő, filmszínész vagy színházi színész. És a múltkor egy nagyon nagyszerű szinkron hang, egy zseniális színészünk, most sajnos nem jut eszembe neve, azt mondta, hogy a szinkron semmiség, az nagyon könnyű. Én pedig azt mondom, hogy ennyi filmmel a hátam mögött, és ennyi énekléssel, szerintem, aki szinkronizálni tud, az már nagy mester. Ha nem készült énekesnek, nem készült színésznek, nem igazán jó szinkron színészként, mi az, amiben jónak tartja mégis magát? Inkább azt mondanám, hogy szeretem a változatosságot, miután soha senki nem tanított énekelni. Ezért soha nem tudtam, hogy tilos nekem popénekesnő létemre elénekelni egy operát megpróbálni, vagy egy operettet. Ezeket is énekeltem televízióban. És próbáltam eredeti hangnemben énekelni, és ezért heteken keresztül tanultam, hogy a megfelelő stílusban énekeljek. Tehát hihetetlenül, tudom, nevetségesen hangzik, de vas szorgalommal gyakoroltam, és gyakorolok most is énekelgetni, és engem hallatlanul boldoggá tesz, ha visszajelzést kapok, hogy nem is volt olyan rossz. Tehát megütött a fejem, hogy gyakorolgat énekelgetni? Igen. Igen, amikor látok valami olyat, vagy hallok olyat, ami nekem egy kicsit más, vagy idegen, egy kicsit tőlem, és azt mondom, hogy szerintem ez egy remek produkció, amit az énekesnő most nyújtott, és ezt meg kell próbálnom, tehát gyakorolok. Mi volt a legutóbbi ilyen? Volt egy Anasztázia dal, a futball világbajnokságon nézegettem, és mondtam, hogy hihetetlen hangszíne van, úgy énekel, mint egy igazi fekete énekesnő, és amikor megláttam, hogy szőke, fiatal és vékony, akkor azt mondtam, ez döbbenetes, ezt meg kell próbálnom. És ezt hogy kell elkezdeni? Otthon nézte a tévét, és akkor fogta magát, kivonult a szobából, és elkezdte ezt gyakorolni, ezt a számot? Így van. És beülök az autóba, berakom a kazettát, mert az autóban nem hallja senki. Szóval hihetetlenül rossz próbáló vagyok. Azt szokták mondani, hogy lesz ebből este előadás.
Mondom, ott olyan hangokat ki tudok énekelni a színpadon, amit próbál sose. Szóval nem szeretek próbálni, hihetetlenül suta vagyok és ügyetlen. Mutassa meg egy picit, hogy milyen az, amikor beül az autóba és gyakorolja az Anasztázia számát. Itt egy sakál. Mert akkor teljes hangerővel az ember kiadja a hangját és eltorzul a feje, és sokszor csak azt veszem észre, hogy a kontroll a buszból érkezik. A mellettem álló piros lámpánál. Most komolyan, nem? Ez nagy kérés, hogy egy picit, hogy eljátszaná, hogy... Például, mennyire amikor... tud megfeledkezni magáról, vagy milyen az, amikor... Autóban igen, mert nem hallják az emberek, tehát ott, és nem ül utas mellettem, tehát nincsenek kedves vendégek. Például az Armstrong dal, amikor elkezdtem énekelgetni, hogy... És én nevettem magamon a legjobban, és ugyanezt utána operában, magasabban, tehát mindent megpróbálni, hogy hogy jön ki a hang. És aztán később szórakoztam azzal, hogy egy-két kollégámat megtréfáltam, fölhívtam telefonon, és bemutatkoztam. Szevasz, hogy vagy? Szóval próbáltam az angolt átültetni magyarra, és mondták, ne hülyéskedjen. És mondtam, én vagyok a Kovács Kati. Persze, én meg az angol királynő. És? Szóval nem hitték el. Hányféle hangot tud? Hát, még szerintem a pályám elején tartok. Ez úgy érzem, néha... zavaró ez a szerénység. Nem mondták mi? Nem úgy értve, hanem amíg az embert ez érdekli, addig mindig arra gondol az ember, hogy még mindig nem tanultam meg mindent, még mindig szeretnék újítani. Pedig tudom, hogy véges, mert sokan azt mondják, hogy már régen nem kéne nekünk énekelgetni, de... Ki mondja ezt? Vannak, akik azt mondják, hogy abba kellett volna hagyni 30 éves korban, hiszen ez egy pop műfaj, a fiatalságnak kellene dominálni, és azt mondtuk, hogy persze, hát nem veszük el senkitől, hiszen mi azt a fajta produkciót nem is akarjuk nyújtani, amit a mostani 20 évesek, tehát hogy elsősorban a tánc dominál, és a külső és az öltözék. Nem is akarunk versengeni természetesen. De örömmel nézem, hogy vannak, akik sokkal szorgalmasabban táncolnak, és jól esik nézni, majd valamikor újra egyensúlyba kerül a kettő. Tehát az élő produkció, a táncos produkció, mert most egy kicsit felbillent. Volt, amikor nagyon a zene dominált, és kevés volt a látvány és a mozgás, és az is hiányzott. És aztán most túlságosan a látvány a meghatározó, de majd helyére kerül minden. Nem vagyok nyugtalan. Azt mondja, hogy szeretne még újítani. Igen. Mik a tervei? Milyen újításokra gondol? Hova lehet még újulni? Hiszen ezt kérdezem magamtól most, hogy soha nem voltak terveim, és mégis kis apró terveim vannak. Tehát készíteni egy olyan lemezt, amivel elégedett vagyok, hogy büszke vagyok magamra. Olyan kollégákkal dolgozni, akik szeretik a zenét, szeretik a színpadot, a közönséget. Tehát bár én ülök itt egy székben, de mögöttem mindig ott van egy szövegíró, zeneszerző, egy hangszerelő, egy kiváló hangmérnök. Szóval azért ez team munka, még akkor is, hogyha mi állunk elő sokszor. Szeretek jó társasággal dolgozni. Megőrültek önér az a férfiak? Nem tudom. Nem tudom, mert az ember annyit, hogy is mondjam, csak mutat magából kihívást, amennyit akar. Csak egy példa. Egyszer valahol felléptünk, és a vendégek odajöttek, és mondták, micsoda szabadság itt, azt csinál, amit akar. Este a szállodában annak nyitja ki az ajtót, akinek akarja. Mondom, nem volt rá példa. Nem volt rá példa. Azt mondja, mi ha kiszabadulunk a munkahelyről, hogy itt aztán elszabadul a pokol. Nem mondták ezt, a hölgyek. Nem használtak ki soha ezt? Nem, sőt, ellenkezőleg. Itt sokkal nagyobb fegyelem volt a mi pályánkon, mint bárki gondolná. Csak egy példa, ha a kollégáim egyetlen egy öltözőben öltöztünk, és régen ugye sokkal több, nagyobb stábban dolgoztunk. Tehát volt úgy, hogy 15 férfi volt körülöttem, a zenekar tagjai, a ródok és mindenki. És azt mondtam, hogy gyerekek, elnézést kérek, átöltöznék, automatikusan megfordultak, és soha nem fordult elő, hogy valaki szemtelen lett volna. Ismerték a szokásainkat, a rigójáinkat, és tiszteletben tartották. És soha nem volt probléma. És olyan fegyelmezetten éltünk, hogy nem volt rá példa, hogy bármikor valaki szemtelen lett volna. Tehát tisztelték azt, hogy kolléganő, énekesnő, ő így él, ő ilyen. Meg gondolom, ostromolták megállás nélkül levelekkel, rajongók, házassági ajánlatokkal a férfiak. Igen, de ezekről nem nagyon vettünk tudomást, amikor egyik nap 6 óra 20-kor repültünk Berlinbe, este hazajöttünk, másnap következő városba utaztunk, vagy következő ország mentünk, és megvolt a saját párom. Nem foglalkoztam soha senkivel. Azt tudom, hogy szerettek az emberek. Tehát tudom, hogy nagyon sok kedvességet kaptam. És nagyon jól esett, de nem osztottam a lapokat, szó szerint a kártyát, hogy valaki kikezdhessen velem, csak akit én akartam. Tehát úgy értem, hogy nem változott meg a személyiségem ennek hatására. Háromszor volt férnő. Nem kellett volna mondani. Kétszer. Nem háromszor? Hadd mondjam azt, hogy kétszer. Hagy hazudjak. Jó. Hagy hazudjak, kétszer jó? Kétszer volt férnő. Kétszer mind a két férjem zenész volt, az első és a második is. Mm.
Azt is mondtad, nem kis túlzás, hogy 10-10 évig éltünk együtt, és ma is tisztelem és szeretem őket. Igen, hiszen tehát az első férje most is a menedzsere, vagy hogy aki... Nem menedzser, kollega. Szövegíró. Nem, zeneszerző. Zeneszerző is kiváló zenész. És csak azért passzoltam el ezt a harmadik kérdést, mert arról nem szeretnék beszélni, mert az csak egy hihetetlenül buta és nevetséges ötlet volt a részemről, hogy egy vadidegen emberhez hozzá menjek feleségül. Tehát ezt nem nevezem házasságnak, inkább azt mondanám, hogy egy öngól volt. Úgyhogy bevallom, én voltam a hibás, mert ilyet nem kellett volna tenni. Mondható az akkor, hogy a házasságaiban vagy a szerelmi életében annyira nem volt szerencsés, mint minden egyébben? De szerencsés voltam. Csak rövid ideig tartott, vagy szóval... Nem tartott rövid ideig, hát ha azt mondom, hogy 10-10 évig tartott, az nem olyan kevés idő. Tulajdonképpen szerencsém volt, természetesen nem élhet az ember olyan magánéletet, olyan idézőjelben szép, egyszerű életet, egy zenészpályán, amikor az egyik is zenész, a másik is zenész, hihetetlenül sokat utaztunk, és volt úgy, hogy például a második férjemmel szinte alig találkoztunk. De így is nagyon jó, megbecsültük egymást, tehát nem volt semmi problémám. Jó házasságok voltak, és csak jót tudok mondani. Erre nem számított, fogadjunk. Hogy csak jókat tud mondani? Igen. Nekem azzal nincs bajom. Tehát én nem vagyok az, aki azt várja, hogy bárcsak valaki mondana végre valami rosszat. Nem volt semmilyen botrányos életem. Tudom, ez egyszer hihetetlen, hogy magának semmiféle botrány nem volt. Azt nem mondom, hogy nem szomorodtam el a válások után, mert hihetetlenül mélypontra kerültem. És nem sok kedvem volt élni, de aztán ebből is kiláboltam. És ma azt mondhatom, hogy milyen érdekes, hogy hiába mondták akkor a barátok, hogy nem szabad szomorkodni egy válás után, nem szabad fölösleges, nevetséges, majd jön új. Mindenkinek át kell ezeket élni. Én is hiába adom a tanácsokat a mai fiataloknak, akik válnak. Ugyanúgy nem tudja megfogadni a tanácsomat, mert neki is végig kell járni az utat. Ugyanúgy csalódnia kell, örülnie kell. Tehát nem tud az ember okos lenni egy ilyen esetben, azt hiszem. Akárhogy is van, most nagyon-nagyon boldognak látom. Tényleg. Nagyon köszönöm. Rosszat mondtam? Nem. Hogy elkomorodott? Nem, csak azon gondolkodtam, hogy vajon mennyire lehet az ember indiszkrét vagy diszkrét, hogy közel 7 éve van egy párom, aki rendkívül kiegyensúlyozott, nyugodt, jó természetű, és milyen furcsa, hogy akkor talált rám, illetve én rám. Én már nem akartam. Megszoktam az egyedül létet, jól éltem, és úgy éreztem, hogy nem találtam magamnak egy megfelelő párt, és akkor találtam egy párt, amikor megnyugodtam. Tehát amikor azt mondtam, hogy jó, akkor a magánéletét befejezve, akkor ettől kezdve csak a szakmának élek, és megnyugodtam, akkor nagyjából kiegyensúlyozottnak éreztem magamat, és akkor talált valaki rám. És ennek már 7 éve, és nagyon jól érzem magam, mert találtam egy olyan embert, aki megnyugtat, azt mondta, bármilyen problémám van holnap, ez már nem lesz probléma. Tehát olyan bölcs, olyan jó természetű ember, hogy csak csodálkozom, hogy az én nyugtalanságommal, mert sokan azt mondják, hogy nem tudnál egy pár percig nyugodtan ülni. Szóval, hogy valaki engem elvisel, én őszintén csodálkozom. Ilyen? Nem annyira. Mindig mennék mindenhonnan tovább is. És talán ez tartott ezen a pályán, hogy jó volt az, hogy egyik nap itt ülök a stúdióban, a következő napon elutazom Szombathelyre, aztán megyek Egerbe, Sopronba. Szóval nem, hogy untatná ez a változatosság, hanem nagyon szórakoztat. Tehát szeretem ezt a fajta kalandos életet, hogy nem tudunk egy hónapig vagy egy évig egy színházban ülni. Nem is szeretnék. És most hová rohanna szíve szerint? Szívem szerint hová rohannék? Azt mondta, hogy mindig rohanna valahová. Most így a beszélgetés végén. Hát talán rohanna? Vacsorázni. Elnézést. Hát akkor jó étvágyat. Köszönöm szépen.